Szia! Ebben a videóban szeretném neked megmutatni, hogy ide ebbe a részbe, hova ültettem a krumplit, ez a rózsakrumpli, szépen virágzik. És azt akarom csak mondani, hogy ültettem rózsakrumplit, és szép egészséges virágzik. Nem igazán van rajta krumpli bogár, viszont ültettem olyan krumplit, ami otthon nekem kicsírázott, és ugye elültettem. Lehet látni a különbséget, hogy a rózsakrumpli milyen magasra megnőtt. Ez szinte fele akkora sincs, és tel is teli van krumpli bogárral. De ez a fajta krumpli, tehát ami nekem otthon kicsírázott, amit étkezésre vásároltam. Voltam már így, hogy elültettem olyan krumplit, amit nem ettem meg, és kicsírázott tavasszal. Úgyhogy ültettem már, ették is a bogarak szépen, csak azt akarom mondani, hogy amíg a rózsakrumplin nincsen krumplibogár, illetve múltkor volt egy rózsakrumplin krumplibogár, addig ezen a másik fajta krumplin tel is teli van bogárral, és eszik is. Szóval nem tudom, hogy van-e különbség a kettő között, de én úgy vettem észre, hogy ezt a fajta krumplit, amit étkezésre vásároltam magamnak és elültettem, ezt zabálják a krumplibogarak, addig a rózsakrumplit nem. Jó, ezt szerettem volna ebbe a videóba elmondani neked. Minden jót kívánok, jó kertészkedés, szia!